Eseményteli időszakot tud maga mögött a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Többek között 6 tájékoztató fórumot is szerveztek az elmúlt időszakban. Volt pályázati téma, volt környezeti fenntarthatóság, környezetvédelmi felelősségbiztosítás, de nagyon érdekes volt a mesterséges intelligencia témakörben tartott tájékoztató gyakorlati példákkal. A fórumok sikerességének köszönhetően a kamara a jövőben is tart hasonló rendezvényeket, de hangsúlyt helyeznek továbbá az üzleti találkozókra is. Aztán volt még mentorprogramunk, szerencsésen elindítottuk április hónapba Bonyhádon, épületgépészet ágazatban, illetve Dombóváron fémmegmunkálás, hegesztéstechnika területen dolgozó vállalkozások számára, és most májusban építőipar Tamási és térsége vonatkozásában is tartottunk egy kvázi alakuló értekezletet. Hornok Jenő kamarai irodák nyitásáról is beszámolt. Bonyhádon lesz ügyfél szolgálatunk, illetőleg Tamásiban szintén. Bonyhádon az önkormányzat épülete mellett az ügyfélszolgálaton kaptunk egy ilyen ügyfélszolgálati blokkot vagy részt. Tamásiban pedig hát most még egyeztetés zajlik, hogy a Zöldpont civilházban vagy a művelődési házban egy klubszobát fogunk majd kibérelni, és fogadjuk a vállalkozásokat. A kamarai szolgáltatásokat tehát helyben is tudják kínálni az adott vállalkozásoknak.